Hát lassan végéhez érünk a fesztiválnak. Milyenek a tapasztalatok az új vezetéssel? Gyakorlatilag egy nagyon nagy fába vágtuk a fejszénket. A tapasztalatok, az volt a célunk, hogy minél több információt, minél több tapasztalást szerezzünk a mostani 10 nap alatt, mert 3 évre kaptam a mandátumomat, és 2 út állt előttem, vagy előttünk, mégpedig az egyik az az, hogy megpróbálunk egy lépcsőzetes építkezést, vagy pedig megpróbálunk egy nagyot ugrani az első évben, hogy minél több információnk legyen ahhoz, hogy az utat bejárjuk, a céljainkat elérjük. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a versenyprogramban hozott változtatások azok egytől egyig mind beváltak. De ezt sejteni is lehetett. A nagy merészség, a nagy változtatás az úgynevezett, régebben ezt off program sorozatnak, mi inkább fesztivál program folyamnak hívjuk. Ezen a területen történt nagy változás, és az itteni tapasztalatokat le kell szűrnünk, egyeztetnünk kell a szakmabéliekkel, egyeztetnünk kell a szervezésben résztvevőkkel, és én úgy gondolom, hogy ez körülbelül egy hónap múlva, tehát a poszt lezárását követő egy hónapon belül ezek a találkozások, ezek a beszélgetések, ezek megvalósulnak, és akkor összeáll, hogy milyen finom hangolásokat kell elvégezni a következő esztendőben. Egy művészeti fesztivál esetén, hiszen a poszt azért egy művészeti fesztivál, mennyire illedomos beszélni a piszkos anyagiakról? Hát minden a pénzről szól, és azt gondolom, hogy van egy keret, amin belül kell maradni. Ezt úgy gondoljuk, hogy ez sikerül. Nyilván a végleges számokat, azokat majd körülbelül szintén egy hónap nagyjából, igen, azt már tudnunk kell. De most az előzetes kalkulációk és számolgatások alapján úgy gondolom, hogy ez egy e tekintetben mindenféleképpen egy kereten belül mozgó vállalás volt. Az idei tapasztalatokat egy hónapon múlva szűrik le körülbelül. Úgy előzetesen azért lehetett tudni, hogy változik-e valamit majd a poszt az ideihez képest, illetve hát mit változott egyáltalán a tavalyihoz képest az új gárdával? Gyakorlatilag a helyszín, a struktúra mindenféleképpen megváltozott. Mondanám, mindig ezután a mondatot, mindig azzal kezdem, hogy ami nem változott meg, a versenyprogramok helyszíne nem változott meg, de ezt követően a Kodály Központ hangsúlyosabb szerepet kapott, mint eleddig, illetve a Zsolnai negyed pedig egy kiemelt fontosságú szereppel bír. Amit tudni kell az idei posztról, hogy megpróbáltunk kísérletezni, például a különböző stílusok tekintetében. Lehet látni, hogy a Kodály Központban opera, operett, könnyű műfaj, kicsit drámai műfaj is megjelenik, illetve kint a negyedben szintén. Nyilván, hogy a versenyprogram az adott, az a best of, az adott szezonnak a legjobb 12/16 produkciója, vagy előadása, de az összes többi tekintetében pedig egy próba év volt ilyen szinten, hogy tudjuk azt, hogy jövőre például mifelé kell súlyoznunk, vagy mik azok az irányok, stílusirányok szakmai vonatkozásban, amelyek segíthetnek majd a még sikeresebb, még látogatottabb poszt megvalósításában.